ezekkel ezelőtt lett vége a Szőnyi úti uszodába, itt a sátorba egy leány ifi mérkőzésnek a BVSZ-t fogadta ezen a délutánon a Póló Egyesület utánpótlás, leány utánpótlás csapatait. Szeretettel köszöntöm Petkovics Mátyás, a BVSC vezetőedzőjét, a leány szakák vezetőedzőjét, aki egyben az ifi csapatnak az edzője is, és természetesen a nagy csapaté is. De még mielőtt megkérdeznélek arról, hogy mi a véleményed erről a meccsről, engedj meg egy rövid történelmi áttekintést. A BVSC és a Póló az elmúlt 5 évben mindig nagy ellenfelei voltak egymásnak. Ebben az 5 évben 4-szer a tabellán egyel mindig előrébb végzett a BVSC, általában az első és a negyedik hely között. Tavaly viszont a Pólónak nagyon kijött a lépés, és döntőt játszott, és nem is akármilyen döntőt, az UVS-ével a másodikok lettek a bajnokságban. Ez a mai meccs beleillett ebbe a sorba, szerintem a tévedés jogát fenntartva ez egy jó meccs volt, de a te véleményedet szeretném erről hallani. Hát az igazság, hogy felvezetett szépen az elmúlt éveket, azért a Honvédnál volt egy olyan korosztály, egy generáció, akik végigvittek több korosztályt, és ott jók voltak szemben velünk, ahol minden évben nagyon kiegyensúlyozott korosztály, de nincsen kiugró korosztályunk, hanem minden korosztályban megfelelő minőségű munkával igyekszünk mindig ott lenni a bajnokság élmezőnyében. Most ugye tavaly én nem vettem részt csapat életében mindennapi munkában, de a alapmunkában részt vettem, mint szakágvezető. Most én visszaültem, úgymond inkább álltam a kispadra, a kispad mellé, és én irányítom az IFI-t. Igen, mindig nagy csatákat vívunk, mondtam is a lányunknak, hogy a póló meccsek mindig nagyon-nagyon nehezek és nagyon nagy csatákat hoznak, de ma úgy érzem, hogy igazából csak rajtunk múlt, hogy mi lesz a különbség. Nem szabad elfelejteni, három felnőtt korosztályi játékosom, egy felnőtt bejátszó játékosom, kerülik a hétvége után vannak, óriási fáradtsága mentálisan megérkezve, de jól teljesítettek, az egész csapat jól teljesített. Nagyon sokat tud, egy picit sokat kaptunk, de a mai vízadban ez benne van. Nekünk van egy rendszerünk, a Honvéd igazából egy-két egyéniség lépít, hogy az elmúlt években is náluk inkább, vagy a Póló szinten ez volt jellemző. Mi továbbra is a csapatjátékot építünk, a csapatmunkában hiszünk. Úgyhogy ebben azért nehéz költésügyén nyújtani, mert egy-egy egyéni villanással a Póló tudta tartani magát. Úgy érzem, hogy reális különbség volt, sőt talán hamarabb is kinyíltott van egy meccs. Igen, a negyedik negyed volt az, amikor elhúzott igazán a BVSC, hiszen a negyedik negyed előtt még 15-10 volt, de a végére ez a Póló jobban kinyílt. Ha megengeded, mint a szakágvezetőjét, egy pár szót a leány utánpótlás csapatairól, a gyerekekről, meg a sergyülőkről. Hát egy szervezett munka folyik, amiben egy rendszerben jön fel mindenki. Igyekszünk egy alaptaktikai rendszert mindenkinek megtanítani, abban korosztályként mindig bővül ez a rendszer. Ebben a rendszerben a fölfele játszás, fölfele áramlás elég könnyen megvalósított, az egész rendszer nyilván a felnőtt csapat alaptaktikájára épül, hiszen a végcélunk az továbbra is a BVSC-ben, hogy a saját felnőtt csapatunk számára neveljünk játékosokat. A mostani felnőtt csapatunk 80%-os vagy saját nevelési vízilabdázó, vagy pedig olyan, aki már ifi és vagy serdő szinten is megjátszott. Talán ez a célunk, mi dolgozunk most is a gyerekekkel, most is 5 serdőjátékos játszik az ifiben, gyermekjátékos játszik a serdőben. Mindenképpen szeretem a fölfele áramlást, hiszen ez nálunk alapkoncepció, csak magyar játékossal, elsőbb a saját neveléssel. Illetve éppen a múlt héten vetettem számot, hogy az elmúlt 5 vagy 6 ifi korosztályomból, azt hiszem 6-ot néztem vissza, több mint 20 vízilabdázón továbbra is játszik, hanem itt, hanem máshol. Ennek nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy nem csak azok a játékosok, akik megragadtak nálunk, azok is szép karriert tudnak befutni, többen vannak egyetemen, külföldön, vidéken, OB1-ben játszanak, úgyhogy nyilván nekem ez öröm. Ez azt jelenti, hogy jól dolgozunk, és hogy sok játékosok adtunk meg a lehetőséget arra, hogy jó vízilabdást. Majdnem elvetted a munkámat, mert épp azt akartam, hogy azt is megnéztem a statisztikából,
hogy a BVSC, egyébként a póló is, de most a BVSC-ről, hogy gyakorlatilag csak saját nevelésű játékosok vannak visszamenetek, viszonyítva nem tudom hány éven keresztül, hogy honnan tudtok beríteni a játékos állomány utánpótlását, ugye be kis gyerekeket kell ide bevonni. Hát két forrásban nyilván sok gyerek választ minket is sem. Viszont az, ami nagyon örömteli most, hogy idén a lány előkészítők külön tudtuk választani a jó előkészítőktől, nem vegyesen vannak. Ennek elsőben azok, hogy annyi kislány van 2007 és fiatalabb korosztályban, hogy külön edző kellett most már, ő is a mi csapatunkból, a Káli csapatunkból kellene neki átben Mészáros Vanda mellett, a picikkel dolgoznak. Nagyon sok kislányunk van, elsőben ebből a forrásból, hiszen itt jönnek a barátnők, az osztálytársak, az ismerősök gyerekei, nekem is nagyon sok közel ismerősönnek a gyereke választott minket, hogy tudják, hogy dolgozom és idehozzák a gyereket. Jó munka folyik, szervezett munka folyik, illetve sok-sok kislányokban, akik vidékről olyan városokból jönnek föl, ahol egy bizonyos kor után, korosztály után nincs már lány vízilabda, följönnek persze tanulni, ez a másik merítési forrás, főleg itt a gimnázium kezdetekor, ezzel a kettővel igyekszünk jól sápárkodni, és azt gondolom, hogy eddig is hosszú távon ez jól meg fog kérülni. Tudom, hogy sietsz, de egy perkolis mátyást nehéz elkapni a vízilabda életbe, és örülök, már most mondom, hogy rendelkezésre állt, tájnak a civilen vannak a rendelkezésre álltál, és ez a mai nap ugye az utánpótlásról szólt, de ha még az bírod a időbe és energiába, hogy a felnőtt női csapatból, az OB1-es csapatból szóljál egy párszól. Egyrészt neked mindig széles hivatkozom, mert sokat nevőn mondhattam, hogy hálások vagyunk neked azért, amit a vízilabda teszel, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Bencő Mácsra mikor előre szeretnék, hogy ha te jössz, akkor neked mindig rendelkezés állunk, mert civilekkel dolgozunk, köszönjük, másik nevében is. Felnőtt csapatunk átalakulásra ment át, én ezt az olimpia utára terveztem, hogy sok fiatal lesz, picit az élet másképp hozta. 2013-ban voltam hasonló helyzetben, amikor Amerikában, más csapatban idóda mentek el játékosaim, akkor is egy picit váratunk egyik másik. De hát pont az előbbiek miatt sok utánpótlás játékosunk van, sokat be tudunk építeni, nagyon bátran nyújtam mindig is a fiatalokhoz, nagyon bízom bennük, és ezt mindig meg is hálálják. Úgyhogy én azt gondolom, idén a bajnokságban jól állunk, reális helyzetben vagyunk, hoztuk azokat a pontokat, amiket tavaly is hoztunk, és azokban az utcadákban, az előligában nagyon szépen szerepeltünk, olyan csoportban estünk ki most a hétvégén, ahol reálisan, körülbelül a harmadik hely volt az erővisznek alapján a jó, mert nagyon jól játszottunk minden három meccsen, nem lepődnék meg, ha két ellenfelünk, aki tovább jutott, abból valamelyik vagy a LEM vagy az Euroligában győztes lenne. A Magyar Kupa az egyetlen úgymond fájó pont, hiszen az elmúlt hat évben mindig érmet szereztünk, de valamit valamiért. A Magyar Kupában nagyon erős csoportba estünk ki, nem játszottunk jól, nagyon sok hibát követtünk el, de ez egy nagyon jó tanulópénz volt, amivel azóta is nagyon sokat profitáltunk. Nagyon sokat elemeztünk belőle, és azóta az elmúlt két hónapban, egy másfél hónapban rengeteget léptünk előre belőle. Úgyhogy annak meg az volt az értelme, nem hiszek a véletlenekben. Minden szószerű, a sorsot meg látni kell és alakítani. Sokat teszünk érte, hogy jó legyen a sors. És köszönöm szépen az irányembe, kedves szavaidat, nem ezt akartam kipréselni belőled, de köszönöm szépen, nagyon jó leszek. Ismerlek téged, ismerem, hogy mindig elkötelezett vagy itt a női vízilabdával kapcsolatban. És volt szerencsém hasonló embereket megismerni, nem kihagyva senki sem, de Ács Bertalan, a Zotler Tordit is, hogy te is említetted, Benszul Márton, akik a női szakád eminensei, már mint vezetők, és érdemesen egy kicsit elbeszélgetni a női vízilabdáról, mert elég sok olyan dolog van, ami hát nekem, aki nem sokat értek hozzá, ami aggasztó, a másra gondolok, az eléggé visszafogott nézőszámot. De a másik, és tudom, hogy nem fogunk odáig soha eljutni, mint valahol, ahol egy falu vége, falu eleje meccs van, oda még a tehenek is kimentek, ott már sok tehen eljutnak, ez egy népünnepi, egyszerűen egyszerűen, és egyszerűen remélem, hogy erről fogunk tudni beszélni. Még egyszer köszönöm, hogy a rendelkezésem áll, a kedves szavaidat, és a lányok és a gratulációkat részt köszönöm szépen.